Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Több hírportál is beszámolt róla, hogy Balogh Zoltán már akkor K. Endre kegyelméről egyeztetett Novák Katalinnal, amikor még meg sem alakult a köztársasági elnök tanácsadó testülete. Azt is tudjuk, hogy nem ez volt az egyetlen kegyelem, amiben benne volt Balog keze. Egy korábbi megszólalásában a püspök elismerte, hogy öt kegyelmet is támogatott. K. Endrjét csak egy volt ezek közül. De ha az egyetlen ismert, elnöki kegyelemmel kiengedett bűnöző egy pedofil segítő volt, akkor ki volt a másik négy, akikért Balog lobbizott? És mit kerestek a bizalmas kegyelmi ügyek Balognál, amikor még tanácsadó sem volt? A demokratikus koalíció azonnali válaszokat követel a kormánytól. Miért avatkozhatott bele Balog Zoltán a kegyelmi ügyekbe, amikor még csak Novák tanácsadója sem volt? Miért nincs semmilyen következménye annak, hogy nyilvánvalóan sérült a Sándor Palota szuverenitása? Csak Balognak vagy más Fideszeseknek is volt beleszólásuk a ügyekbe? Minden Fideszes politikus ki tud menteni egy pedofil ismerőst? Vagy ehhez az Orbáni pedofil hálózat tetején lévőknél kellett lobbizni? Ki volt az a másik négy ember, akinek balok támogatta a kegyelmi kérvényét? Őket végül kiengedték. Ha igen, akkor mit követtek el? Ők is pedofil bűncselekményekben voltak érintettek? A DK szerint gyomorforgató és veszélyes, hogy Orbán Viktor továbbra is titkolja, kinek adott még elnöki kegyelmet az Orbáni pedofil hálózat. Ez az ügy világosan megmutatta, hogy Orbán Viktor szerint nekik minden szabad. Szabad lopni, szabad csalni, szabad gyerekeket molesztálni, mert a fideszes pedofilok a törvények felett állnak. Az Orbán rendszerben a fideszes pedofiloknak magyar bronz érdemkereszt jár, a segítőiknek pedig elnöki kegyelem, az ország pedig azt sem tudhatja meg, hogy hány fideszes pedofilt engedtek ki ugyanígy. Mi magyarok nem ilyenek vagyunk. Szerintünk a gyermekeket meg kell védeni a pedofiloktól, és nem a pedofilokat a következményektől. Ezért Orbán Viktor válaszokkal tartozik az országnak. A demokratikus koalíció tudni akarja, hogy miért avatkozhatott bele Balog Zoltán a kegyelmi ügyekbe, amikor még csak Novák tanácsadója sem volt. Miért nincs semmilyen következménye annak, hogy nyilvánvalóan sérült a Sándor Palota szuverenitása? Csak Balognak vagy más fideszeseknek is volt beleszólásuk a kegyelmi ügyekbe? Minden fideszes politikus ki tudja menteni a pedofil ismerősét? Vagy ehhez az Orbáni pedofil hálózat tetején lévőknél kellett lobbizni? Ki volt az a másik négy ember, akinek balok támogatta a kegyelmi kérvényét? Őket végül kiengedték? Ha igen, akkor mit követtek el? Ők is pedofil bűncselekményekben voltak érintettek? A DK szerint gyomorforgató és veszélyes. Hogy csak kérdések és újabb kérdések vannak ebben az ügyben, mert Orbán Viktor továbbra is titkolja, hogy kiknek adott még elnöki kegyelmet az Orbáni pedofil hálózat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!